Sziasztok, sziasztok, guten ebben és boldog új évet mindenkinek. Csütörtök van, és most az idei első stream, tehát egy jó kis worship-szezés lesz. Szokás szerint a Kumóval, Pikóval és Imrével fog menni. Saler most sajnos nincsen velünk, mert hát elveszett sajnos Pandora kék lényei között. Ez van. És kagázni fogunk. Kagázni fogunk Operations-ben. Én már nagyon várom, mert nagyon jó számokat sikerül produkálnom egyedül, mondjuk úgy, hogy tehát ha nem a szokásos csapatban, és eléggé sok sebzés sikerült el csippantanom a többiek elől. Meglátjuk, hogy ez a mai nap mennyire fog jól működni. Szerintem tök jó lesz. Nagyon jó a kagával menni. Úgyhogy én be is köszönöm gyorsan a többieknek. Egyébként igen, igen. Sziasztok, guten Abend. Szia, pizsamás! Hello. Na, szépen már be is harangoztál benneteket. Ó, szupi. Ugye melyik is vagyok. Nekem meg van egy gyors kérdésem, még mielőtt belecsapunk. Igen. Láttátok-e a 13.0-as trélert? Nem. Nem láttátok? Nem. Új, amerikai csatahajók érkeznek. Nem, ám, meg én örülök, hogy végre most kihúzom a Coloradoból a második ágat, a háromból, azt eljön a következő. Áj, Istenem. Hát nézd, figyelj. Miattad van az egész, én megmondom. Ceslavia. Nagyon örülök neki, nagyon örülök neki. Azt hittem, eladhatom végre, de akkor nem. Még én nem láttam semmi ízét belőle, ilyen anyagot, tehát csak egy ilyen teaser jött ki igazából, még nem is trailer, csak teaser. Tíz? De, hogy... Az sok? Ugye? De hogy érted? Most nem tudom, hogy hova fogják tenni, mert ugye most már van három ág, ugye van egy... Uh-huh. Erősebb. Igen. Van a gyorsabb. Igen. Meg a hibrid. Nem tudom, miért. és van neki a hibrid. Igen. És van neki mindig ott van. Tehát, hogy ehhez még pluszba uh-huh. csatahajót. Meg olyan sok nem is volt nekik. Tehát, hogy most mit tesznek be? Na mindegy. Egy kérdés, mielőtt belecsapnánk a lecsóba, én akkor nekem lenne is kérdésen, én nekem a kagával kapcsolatban, én nekem van egy 9-es szintű kapitányom, 3 felhasználatlan skill ponttal. Piko. Megállt bennem az ütő, azt hittem, hogy 9-es szintű hajód. Nem, azért ott még sajnos nem. Igen. Na, szóval az a kérdés, hogy nekem van 3 skill pontom, és én nézem itt ezt a negyedik sort, és itt van benne ez, ez a Proximity Fuse nevezetű történet. És a helyzet az, hogy én úgy érzem, hogy ez kevésbé fontos például a harmadik sorban lévő repülőgép HP-hez képest, vagy az AA Damage Reduction-hez képest. Mit gondolsz? Hát az a Damage Reduction az fontos, igen, az nekem is ki van húzva, a harmadik sorban lévő az igen. Nyilván a sebzésed, most kérdés az, hogy sebzésre mész, vagy nem. Nyilván az annyit nem ad hozzá neked. Szóval igen, az a légvédelem csökkentés, azt szerintem is hasznos, hogy azt érdemesek kihúzni. A kérdésem viszont az, hogy szerinted ennek van több értelme az AA Reductionnek, vagy pedig az Aircraft HP-nek? Én a légvédelmi csökkentést mondom, mert, mert hogyha mondjuk 4 hajó között szállsz, az sokkal többet ér, mint a plusz HP. Jó, én is erre gondoltam. Főleg, hogyha benyomják ugye ezt a plusz légvédelmi boostokat. Pontosan, akkor ez nem vicces. Igen. Jó, szerintem. Köszönöm szépen. Aztán valószínűleg lehet rosszul tudom. Na, köszönöm szépen, nekem ez volt itt igazából, ami most kérdéses volt ezzel a kagával kapcsolatban. Úgyhogy részemről mehetünk is. Papan is kéne. Akkor redézzünk, aztán hadd szóljon. Hát de figyeljetek, más srácok, hát már egyből 8-as kagával kezdünk. Hát nekem csak az van, ami jó. Hát most menjek a Ryujo-val megint. Persze, hozzad a Gosakét is hozhatod velem. Gyakorolja a jóval is. Hagyjatok már! Annyira vicces volt egyébként, toltam a... Ja, és itt van ezen meg egy 7-es szintű pilóta. Pilóta? Kapitány van. Áttegyem egyébként most a kagáról a kapitányt. Ne tedd el. Azt mondom, hogy a kagában van beképezve az a kapitány, tehát igen, azt át igen. kéne képezned azt a kapitányt ahhoz, hogy azt tud használni. Pontosan. Utána kagába bármikor vissza tudnád ültetni, vagy be tudod rakni, ugye az prémium hajó, tehát oda bármelyiket be tudod rakni. Menjünk Ryujo-val, Egyekavics. Egyekavics, menjünk Ryujo-val. Commander XP-ben el tudja képezni, igen, hogy ne vesszen. Igen.
Csak... Igen. Mondjuk abból nekem van 500 000. Jó, hát ez mondjuk nem rossz. Oh. Hát én most vettem el, én is legalább egy ennyit. 500 000 belőle. Hát a volt mire. Na, hát szóval. Persze, amikor egyet kellett mondjuk a 14. képesség meglegyen, egy szintet azt ráhúztam abból, tehát uh-huh. így meglegyen a második még skilles képesség az adott hajón, kapitányán. Na, ameddig, szóval mielőtt elkezdjük a csatát, egy ilyen kis apró dolog, szóval nekem milyen élmény volt az egész történet, a Kaga versus Ryujo. Uh-huh. Azt tapasztaltam, hogy a Ryujo nekem, szóval tehát a Kaga az bazen egy előrelépés a Ryujohoz képest. Nagyon-nagyon nagy. Hát, még szép. Mert igen, mert 8-as tier tudom persze, tehát hogy tautológikus dolgokat mondok, de az volt, hogy én elkezdtem, a decken is játszottam Warships-et. És azt néztem, hogy hát így játszok, és hogy Ryujo-val mentem Kaga után. És azt néztem, hogy a decken át össze-vissza húzza az irányítás, nem célzódnak be a izék rendesen, és hogy amúgy is mi van. És aztán le is szedtem az egészet a frontba, biztos a Steam Deck irányításánál nem az igazi, etc. Gondoltam naívan. Na most ehhez képest igazából annyi a sztori, hogy a Ryujo-nál a repülők azok tényleg össze-vissza flótolnak. De dulván. Mm-hmm. És ilyen tényleg ilyen nagyon kényelmetlen úgy az egész történet gyakorlatilag. Ó, ott egy Bayern. Bent van. Ja, amúgy az én vagyok. Legközelebb, hogyha jössz a repülőhordozóba, akkor ide repüljél, és konkrétan mozdulatlan Nürnberget tudsz torpedolni. Uh-huh. Itt az elején még. Uh-huh. Most egy mozgó Bayern akarok éppen rárepülni, ami majd azt, és egy Géd is itt van. Jaj, de édes, de szeretlek benneteket. Ebben az egyértelmű, sőt, itt a sziget mögött, itt is van egy Dünger, csak mondom. Egy. Mármint, hogy nem egy, hanem hogy kettő. Úgy bizony. Milyen szemét halló nem számolja azért a bunkerek meg a kiszedését? Nem, hát ezt eddig sem számol. Így van, hát az acsit kapsz, hogyha kilöved te utolsóként. Hát amúgy meg nem éri meg, nem ad sebzést úgy. Nyilván a acsi az ad a XP-hez, szóval ez beszámít, de... kevésbé éri meg. Na? Lőjétek. Lövöm. Hát, sokat adom. Lőjétek, mert egyből dupla azért gyújtást pakolt rám. Egy sorozatból, három golyóból. Jesus. Én adtam neki most. Kevés. Bocsi. Na, mindjárt megvan. Oh. Na nézzük. Még kettő. Nézd be a kumot. Jó lesz ez. Én azt szoktam bemenni. Jó, bátor. Hát akkor... Miért bátor? A DD-re rámész csatahajóval. De ő profi. Ja, bocsánat. Én kérek elnézést. Fura tökű. Az már, az a te hajód. Tudod, igen, azt tudom, az japán. Ez nem német. Hát nem biztos, hogy fura tökű japán, de... Na nézzük azt, hogy akkor megbombázzuk ezt a kis Bayern-t itt, jó, gyere, édes szívem, bomba. Bomba. Jó, nem hát nagyon, adta, vagy igen? Nem. AP bomba is sikerült egy overpent elérnem. Nagyon jó volt, köszönöm szépen, igen. Előfordulna, mert most legjobbakkal is. Hát, még egy Ryujo-val. Amúgy a következő, ha van torpedósod, akkor azt a 40 autós nyugodtan torpedózhat, az úgyse fog megmozdulni. Igen, I'm on it, ezt a bombát ezt még ledobom, hogyha esetleg túlélem, de... Esetleg túlélem, ez jó. Bum! Mellé ment, rohadt életbe. Megyek és torpedózom a Gnizer autót. Az meg, én meg nem AP-val lövök, hanem HE-vel, oly, az anyád. Besegítsek a Nürnbergbe? Vagy mehetek a Gneisenau-ra? Jó. Megy a másodlagos, menj a Gneisenau-ra, az fontosabb, hogy kiszed, mert az messziről nagyokat tud verni. Igen. Nagyokat észszerűen. Dallas az majd a tornyot, azt intézd el itt.
Meg ha így jössz végig így a parton, akkor az összes kis célpontot nyugodtan lőd ki. Végül is én is erre jöttem, úgyhogy bocsi. Hát az jó nagy kerülőt csinálta. Hát igen. Kár volt. Jó, első körben van a Gneisenau-ban. Szép, szép. De hát ez kevés a boldogsághoz, 7000 damage. Nem baj, nem baj, sebzed, az a lényeg. Addig sem minket izé szenvedte. Nem emlékeztem, hogy ennek ilyen baromi lassú a tornya. Elszoktunk. El egy kicsit. Incipincit. Kücsürű-mücsürűt aprókam aprókát. Jó, még kettőt beletettem a zsébeg Nájzenába, viszont elfogytak a bombázóim. Nem baj, rakétások vannak? Vannak, most épp azzal megyek. Akkor mehet ezekre a hajókra vele, papírok, úgyhogy meg. Az gyönyörű. A dél felé kerülő hajókra megyek, jó? Jó. Nem menjek inkább Gneisenau-ról egyébként? Hát azzal nincs sok értelme, mert nem ütöd át a páncélját. Én meg pattanok róla. Még 17 kilométerről, nem csoda. Azokat legalább beütöd. Egyikig. Oldalról próbáld meg, és akkor hát a citadellát vészre. Azon vagyok. Nem. 7 darab penetration, az sem annyira rossz. Az nem rossz. Megérkezett az imi. Na, mi a baj? Mi a baj? Semmi, mert nagyon helyes. Pont ez a jó, hogy megérkezett. Véletlenül tettem egy nagy kört, nem volt szándékomban, de... Én közben baj, bemegyek, én közben elmegyek innen, mert ide fognak érkezni. Bemegyek ide a szigetek mögé, E10-be. Úsrácok, E10-be. Ide kell jönni, ide gyere, ide álljál. Oké. Okay. Hova? Mutasd, Piko. Ide. Jó. Oda. Bayernnel óvatosan. Lesz egy futsó ugye itt, itt lesz egy DD, lesz egy Cruiser. Innen jön egy Nürnberg. Tudom, már betegtálban vagyok. Az nem azért van. Aha. Persze, az épület detektált. Egyébként, Piko, még egy apró dolgot tegyünk hozzá. Most karácsony környékén változtattak az Operations-on. Egy jó pár küldim. Tehát a Raptor Rescue-t játszottam, és ez most megváltozott. Abszolút. Igen, vagy három vagy négy új variáció érkezett be. Igen. De az is már megtanulható. Nem igen, 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 igen. Tehát kind of panic, csak hogy jegyezzük meg a T-nézők számára is, hogy itt most tényleg máshogy működnek dolgok. Én közben scoutolok a rakétásaimmal, az a maradék hárommal, úgyhogy még lehet, hogy látni fogunk. Jó, de akkor inkább emide gyere, hogy a Nürnberget spottolt ki, mert okay. Az mögötted van, és akkor Imi, te mennyi ide segíts, itt vissza kéne így jönnöd, hogyha jön a Nürnberg, akkor azt meg kéne soroznod. Illetve Akumota is néz erre hátrafelé a Nürnberg felé. Lassíts le. Egyébként a röpcsémet felfedezték, én viszont nem látom azt, aki engem felfedezett, tehát lehet, hogy DD-k jönnek majd. Tudom, jön majd egy gél innen, egy biztosan, de azt hiszem két DD jön, meg egy cruiser innen, meg egy hufó onnan. Nem mond tovább, mert egyre inkább WC-re kell mennem. Milyen szépek vagy ezek fog, a hegyek. Vagy itt fog jönni, de arra tippelek, hogy itt fog jönni. Na, detektálva lettem. Itt, hol vagyok, nem értem miért. Hát, mert vagy itt van, én is, úgyhogy ott van, mondom. Ott van. Hát, még nincs ható, tehát kap egy raksit. Ott a fusó. Én spottoltam ki azt a fusót. Oké. Okay. Azt jött.
Kapott egy torpedo protection-t, tehát kapott. 18 km-es spottolási távon van, jól tudni. Amúgy arra a rakétásokkal nagyon szépen rá tudsz ütni Citadellát, arra Nürnbergbe, csak mondom. Jó, akkor visszaszállok a rakétásokra. Le akartam egy kicsit AP bombázni, de hát akkor így, hogyha azt mondod, hogy nem, ennyivel jobb, a bombázót, akkor... A bombázót az csak csatoljára használja. Aj, zanyád. Jó, a rakétásoknak van értelme fuszóra rá menni? Nem, rakétásokkal nem fuszózó, rakétásokkal mész a rombolóra. Oké. Okay. Az papír, azt átütöd. A rakétásokkal ne lőd a csatahajót. Egy kérdés, mehetek a fuszóra? A torpedósra? Hogy ne mehetni, szabad, nyugodtan. Légy szíves, mert már itt van. Igen, épp nyugodtan ezért mondom, menjen. Hogy most úgy tűnik, hogy ez most hasznos, mert mi azt látom, hogy ti ellesztek a izével, azzal a DD-vel. Én, ott egy másik DD, szuper. Én keletről fogok neki menni a fuszónak, jó? Mert nem akarok az árba belemenni. A két DD-nek hát, a... Bízuk, csak csináld. Igen, oké. Okay. Nyugodtan. Az jó, nem tudom ki tette bele, de köszi. Én csak overpeneltem. Jön egy Bayern is. Az, oké. Okay. Hát ha tudod, gyújtogass, de gyere vissza nyugodtan, de meg ki kell jönni, úgyhogy erre gyere szépen. Itt van még egy Mainz, az, hogyha kell, az el tudja intézni, ami kell. Azt a DD-t, az gyorsan ki kéne szedni. Azon vagyok. Nyomom a hidrosztatikot. Hát, azt bocs. Köszönöm. Hát az első kör torpi mellé megy. Az egyik. Torpadózni. De nem, akkor már kihasználom azt, hogy közel megyek, és ne tudjam nagyon. Megszívja a torpedókat. Így van. Azt a Nürnberget valaki lője már le. Akubo. Rajta vagyok. Csak szemből van. Rajta van. Itt pár AP. Hát... De fuszó, ez nagyon fordulva kell. Nem be. Vagyis hát baj, mert most engem úgy rávehet 19 ezeret, vagy csak szaggatott. A Nürnbergnek viszont van torpedója, vigyázz. Tudom, azért vagyok közel. Jó, én nekem kezdtek el, hogy nézzék a torpedómat, úgyhogy hát még sima bombázókra és AP-kkal megküldöm a fuszót. Jó? Küldöm a Nürnberget. Jó, tanuld meg Akumo, hogyha ilyen közel vagy hozzá, akkor nem fogja tudni beaktiválni a torpedót. Tudom. De beaktiválta neki, beszorok. Hát ezt nem hiszem. A fuszó meg teljesen megfordult, erre baromire nem számítottam őszintén, szóval, hogy egy falat torpedóval nem találtam el. Arr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 r
Gyere, emelj be. Segítenem itt a Bayernnél, mert a Igen? Bayern teljesen bent van a csávon, nem tudom, hogy mit kezdem. Hát erre kell, kéne jönnie. Nem ott kéne ezt vizélni. Itt van a menekülési útvonal. Egy cita végre valahára. Igen. Nem az a baj, csak hogy itt még spottolódni fog még egy csatahajó ott az A5-A6-ba. Már itt van a fuszó. Meg még egy nimber. Amúgy meg ne foglalkozz azzal, hogy ő mit csinál, mert ő egy 8-es szintű. Tehát ő röhögve ledarálja azt a hajót. Igen, akkor menjek vissza, igen. Azt mondod. Igen, igen. Csak ne kívül a szigeten kívül, hanem belül. Jó. Tehát az F5 felé céloz meg. Jó. De kezdjünk el haladni a menekülési pont felé. Így van, így van. Én is, én már megyek is, mert már... Mert nekem van egy olyan sandagy, ami én bajomra be fog bícselni egyébként itt, hogyha az van rakétásod, el... Van rakétásod, akkor majd a DD-t azt kiszedhetnéd, azt a gédet. I'm on it. Az nagyon jó lenne. Tedd be a másodlagos takuma. Rajta van. Of course. De nem lövöd. Mert 7,1-et hatótávom, ez nem az azért... Uff. Oh, az szép. Az már jó. Jó, van itt ide a jó, aztán, oké, akkor az Aubára megír rá. Az anyát. Az anyát. Az Aubát, így van, az Aubát nyugodtan. Én is kaptam egy 19 000-es. Rakétással mehet? Az Aubán nyugodtan a rakétással, így van. Okay. Azzal én a múltkor mentem egyet a német anyahajóval, hatossal. Vagy nem tudom én hány citadellát tudtam ráverni a rakétással az Aubára. Áááá, bakker. Jó. Ezt elbéneztem. Ezt nagyon benéztem. Jó. Akkor rámenjünk még egy körben.
Rengeteg az AA, rengeteg az AA. Kimi a Nürnberget lőd inkább, ne a csatahajó. Ilyenkor menekülsz. Nürnberg többet lő rád. Bakker. Oké, vettem. Szia Tom, szia Gabó, jó estéket mindenkinek. Szia Tom, neked is. Na jó, srácok, én vissza meg torpedozni, hogyha nem maragszatok. Igazán. Nem maragszunk, csak gyere. Már jövök is. De rossz szögben van most hirtelen itt mindenki. Az ott jó. Vigyázz majd, Dimi, mert előtted is lesz ott. Jó. Megyek a Bayernre. Kurvára gyertek ide, hallod? Mennek, ne aggódjál, ott vagytok már ketten. Hát az kevés. Jó, igen, de minél többen halunk meg, annál elég, annál jobban elég. Jó szög annyira. Mondjuk nem is rossz. Jó, van, megvan ez. Na. Ez az egyes ágyulő. Ez finom. Hova lő? Jó, az ember mindjárt meghal. Na, Nürnbergre foglalkoztam a Yorkkal, mondjuk, hogy most a Bayern fogom ugye kézölni. Jó, mondjuk nem azokat kellett volna, hanem hogyha itt vagy, akkor inkább ezeket, ami itt a D soron van, mert az közelebb van hozzá. Azok is jövő mindjárt. Jó. Az célszerűbb, az arra fókuszálni. Jó, mentem a Yorkra. Jöttem nem a Yorkra, először a Fuszóra. Most az nekem jobb szögben van. Jézus, mi az a shotgun? Boh. Imre úgy látom, elszigetelte magát. El, annyira néztem itt a izőt. De ez még kevés lesz így. Nem? Az bemegy, az bemegy, az bemegy. Oké. Okay. Nehogy már ne kell... Jó, megyek el a... El fog menni az. Vigyetek, én megyek a Yorkra, rakétázom. Jó. Megnézzük. A célkeresztednek a közepe legyen a fedélzet és a oldalpáncéladatnak a illesztésénél, akkor tudsz szitod el átlőni. Hát hallod. Én akadsz még mindig. Én nem értem mert. Hát, uh-huh. Homokhoz zártam. Nincs ott egy elsüllyedt hajó? Nincs, nincs, csak homokhoz zártam. Az a baj, hogy a... Jobban fordítsd majd. Ide beér az anyahajó, és akkor lehet, hogy... akkor is beérek, akkor is beérek, akkor is beérek, nem, és figyeled. Nem, nem érzve, de beérek, akkor is. Nem. Na jó. Utolsó pillanatban sikerült meghalnom. De nem azért, meghalt azért. Igen, igen. Utolsó pillanatban haltam meg egyébként, megjegyzem. Nem baj, én most azt hiszem, nem volt ez rossz. 95k. Fair. Ez jó volt. Hm. Ez finom volt. Na. És ez a dokumó, már csak három láda, és megvan, a legrosszabb esetben három láda, és megvan az olasz legendary kapitány. Wow. Melyik, hol, mi? Hát ugye, amit lehet szedni, ilyen ládából. Ja. Yeah. Csak még legrosszabb esetben három ládát kell vennem, hogy meg legyen az egy darab hiányzó ilyen cucc. Aha. Hozzá. Na, az tök jó. Jó hangzik. Ha nem maradszatok, én egy gyorsat bontok most. Bonts egy sört nyugodtan. Nekem is. Léci. Felcicent egy ezért kontrivel. Szerintem meg kell zenni. Ja, hát még sosem mentem vele. 25 darab dupla ship XP, nagyon jó. De értél már azzal itt. New Orleans-ra 0 XP-n van. Mr. Takahashi. Hát akkor melyik volt? Ez a 8-as? Vagy nem? Vagy ez 8-as? Nem. Ripuza hát, jött sokat a Imi, nem? De nem volt már ezzel is, láttam már ezt is. Csak lehet, hogy akkor kikaptuk. Nem tudom, pedig olyan volt, mintha már jött volna ezzel. Vagy csak mutogatta? 0 XP-n van rajta. Hát csak mutogattad. Lehet. Nézd meg a kumul, mit hozok. Ilyen csodát. Na mutasd. Jaj, látom. Egyem a szád. Túl alacsony a púzusom, úgyhogy följebb kell vinni. De egy apróság egyébként. Itt nekem van egy ilyen kapitány, és ennél is valószínűleg jobb lesz, hogyha ezt a skillt húzom. Ezt a
az állt. Majd megbeszéljük a többiekkel. Ez gombot. Na, Scoozy, mindjárt joinolok, csak itt volt egy kis technikai pitty-puttyom a Discorddal. Aszentét. Hetes szint? Na jó, akkor maradok a Ryujo-ba egyelőre. Nem ezt? A Queen Elizabeth, ez mi az össze? Ez mintha nekem már lett volna, de most... Hát ez egy csodálatos angol 6-os bébé. És hát... Ha alacsony a vérnyomásod, akkor ajánlani tudom, mert úgy főbassza, de úgy főbassza. Bébé. Na. Ennek is csak 7,1 a szekenderéje. Nagyon. Na most ez azért jó, mert eddig valami hatalmas teste van. Ugye, pont ezzel említettem egyébként, hogy itt lehet, hogy lesznek változások. Amikor múltkor játszottam Kagával, akkor ide kellett kihozni, és megjegyzem, sokkal könnyebb volt az egész. Lévővel, ugye a Pensacolával, hát ez borzasztóan szar. Nagyon lassan tört. Borzasztóan. Hát ja. Hát arra számítok, hogy azért magasabb szinten jobbak lesznek ezek a... Ezek az optimizmus. Ez az optimizmus. A másik ág az a gyors növő inkább. Hát mindegy, hát majd húzom az összeset, ahogy odaérek. Most én vagyok az első itt kb. Mi az, hogy első? Hát a legelő én vagyok, hát van ez a Mahan nevezetű csávó itt előttünk, de... Hát jó, az őt spotolja ki neteget. Reméljük, hogy oda megy majd DD-zni. Na nézzük. Nem úgy tűnik, hogy menne, itt jön középen, aztán kész. Első két torpia fuszolba. Elfelejtettük mondani a pizsamának, hogy először itt spottolja a DD-t. Bocsánat. Én már tolom a torpedót. Igen, ez volt a másik változás, hogy baromi hamar jönnek már a DD. Nem baj. Na mi van, nem találtátok el? De én eltalál. És azért lövöm ki a torpigat előre, hogy új fighterek legyenek. Engem szendvicsbe raknak éppen most itt a többiek. Hát az oké, köszönöm szépen. Két citadella. Na nézzük. Na nézzük ezt a fuszót. Hú, hallod, mennyi minden repül oda. Én kettőt adtam neki. Hú, valaki rávett egy széket. Hát én már megkezdtem. Én csak azt a szenti! 14-et beleraktam már. Hát ő is belém rakott egy keveset. Yeah. El is fogyott a csávó, kész. Oké. Okay. Legalább csávó lett volna. Jó, akkor ezt a kis torpit még innen. De elengedem? Nem, megyek inkább vissza, mert az a torpid nagyon felénk jön, az a baj. Ne gyere vissza, maradj itt spotolni, hogy onnan jön neked. Oké, akkor nem jövök az vissza. Hát azért az egy repülőt ne hoz vissza. Megjön. Hát jó, úgy értettem, hogy egy szolid F betű megnyomással jövök vissza, de akkor maradok spotba. Én itt maradok egy kicsit sniperkedni. Egyébként van itt még egy változás ebben a történetben. Itt megint jön természetesen a repülőgép hordozó, viszont ide fog kijönni. Így. Torpedóknak ideális. Akkor megyek, csinálom a spotkört. Hát úgy érzem, hogy nem arra jönnek majd, mert már sok van. Tehát időben már ott vagyunk, hogy a másik helyre kéne jönni. Egyébként az előző egyik játékban, amikor ezzel játszottam, akkor valami botrányosan rossz volt az autópilóta. És olyan szinten bebícselt, vagy háromszor, hogy egyszerűen hihetetlen volt. Hát értem, hogy a kaga nagy hajó, de annyira nem. Majd innen jönnek valószínűleg. Kicsit előrébb megyek. Hát ott biztos, hogy ott van dél-keleten az a hordozó. És annyi különbség... hogy a hordozó az kimegy gyakorlatilag keletre.
Az meg lekéstem a Reaper-t. Nem okay. Késted le a Reaper-t, majd most fog lenni majd. Hát most ott van már. Igen, de te nem Reaper-elsz meg, Jenka. Majd ha lejárt a 5 szek, meg még a következőnek a 20 szekje, akkor na, majd elindul az vajon? Egész konvoj, és majd ez akkor vajon? Lesz Reaper az Engineer hajón. Elment akkor. A torpedó. Addig senki. Bele tudtad tenni a torpedót? Nem, pont. Az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon rossz, hogy bement a torpedóm. Tehát így majdnem szemből gyakorlatilag, és pont kiment. Ide. Jó. Ott is kell jönni egy vagy két hajónak. Ott is van? Tessék. Lotto 5-ös. Nagyon tudod. Na, már röhögve be lehet a torp. Jó ég, mennyien vannak ő? Nem csak kettő. De mind rám lő. Hát te vagy legelő. Kedves, ez egy sókakul, mi itt van? Milyen sonkatál? Sókakú. Sonkatál? Milyen sonkatál? Nem sonkattál, semmit. Azért is előttem van ez a szutyok. Na most indul el a konvoj. Fuck. Hát... mondom, hogy elmaradt a heal. Nem, most fog majd indulni, most mondtam el, de ne figyelj rám. Nem figyelek rá, akkor sem volt még heal. Tudom, de majd most fog majd még mindjárt. Mm. Kijön innen a sziget, mivel azt majd akkor. Ajj. Most van, látod? Itt a híget, tessék. Akkor sincs. Mi meg már megint leszigetelt. Nem ment. Ja, de mégis neki ez. Burkolónak fölcsaptál? Ja. Figyelj, hideg burkolónak. Neee. De. Nem úgy értem, nyilván a rakétásaim megint annyival később lövik el ezt a rohadt rakétát az izéhez képest, a gépítőhöz képest, hogy borzalom. A kagánál sokkal marabb ellövik, de sokkal jobban tudom célozni azt. Jó, zártam mindenedet. Úgy látom, megérkezett a McKenzen hátul. Oké. Okay. Ide menj spotton, itt lesz DD, úgyhogy rakétásokat figyelj, két okay. DD lesz. Oké. Már épp rakétásaim vannak, úgyhogy... ez meg... úgyhogy DD-k mennek. Az jó. A kérdés az, hogy vagy itt fogunk kimenni hajóval, uh-huh. Vagy itt fogunk kimenni hajóval, vagy itt fogunk kimenni. Inkább középen, az, nem? Nem, attól függ melyik az endpoint, mert hogyha bizony. Ide spawnolunk, vagy ide jön a következő, attól függ. Engem az már... az a lényeg, hogy innen jön két DD, azt ki kell nagyon gyorsan szedni. Na, jönnek is 11 kilométerre. Így van, úgyhogy gyere inni, mert a te tűzerődök kell kiafálni a HR sebből. Jövök már. Csak hát, ugye én szét vagyok lőve. Nem lövök rá, mert én úgyis overpanelem, szóval jó. Annak nincs értelme. Én rámegyek az AU-bára. Na, menj rá. Miért? Nem menj rá, a dizéket kezd el lőni, a DD-ket. Tehát kalibereddel lehet. Kösz. Meg másodlagossal a hacuharút meg ezeket. Minél előbb ki kéne szedni őket, hogy ne tudják ellőni a torpedókat. Oké, egy DD halott. Helyes, gratulálj. Hanem még megpróbálok én is rámenni rakétásokkal a hacuharúra. Na, abszolút értelmetlen szögben, de nem baj. Viszont nagyon sok repcsi van. Igen, de itt megvalózunk, úgyhogy nem lesz. Pont kifaroltad a két anyába, jó? Eljönnek a torpedó. A engineer hajót meg kell védeni, be kell nyerni a torpedót helyette. Hol vannak a tortik? Menj elé! Kell védeni, mert az egytől is képes meghalni. Raptor is kapott. Én is úgy lesebződtem, mint a picsa. Oké, hát ez a rosszabbik helyzet. Innen fog jönni mindenki, csatahajó és még minden egyéb is.
Timi, a te feladatod... De jó, már oda me... Az a molotov elment, oké. Okay. A te feladatod, Timi, ami itt van, itt jön majd... Majd jön egy Miyako, meg itt van egy, ahova azt a kettőt el kéne kapni. Itt mögöttünk, egy picit visszább mögöttünk. Igen, majd, igen, fölhillelődtél, akkor ezt az Aubát itt mögöttünk, meg majd utána itt fog spawnolni egy, azt is el kéne kapni. Mögöttünk érkező Aubát megkezdem. Inkább a csatajokat kéne spottolnod majd utána. Oké. Okay. Az Aubát ezt az e-mail intézi, meg a tirpic, úgyhogy azzal nem lesz gond. A Miyakóval meg a többivel, na igen. Jó, ez beleküldtem két torpit. Amúgy felspottoltad itt azt a Miyakót, mert már leszponolódott, csak ilyen 20 kilométerekre van. Uh-huh. Itt most lőttem meg. Jó, én itt megállok kicsit hílelődni majd, mert itt meg fog állni a sziget mögött itt a Raptor, meg a többi hajó. És ha azzal meg vagyunk, akkor... Mit, az AO-ba elpusztult, mi a következő? Jó, neked majd itt fogsz vonulódni itt a sziget mögött, szóval maradj egyelőre még itt a sziget mögött takarásba kicsit. Gílelődj, ne találjanak el, vagy ha akarod gyújtogathatsz, csak legyél füstbe vagy valami hasonló. Hát akumóval nekünk kell előre menni, aztán itt darálni. Ja, jó. Használjuk a füstöt, akumó, hogy itt van a DD füst. Kihasználom. Igen, csak eléggé furcsán rakta föl. De lőj rá! Kire? De, rálőhetsz, jó. Miyakóra. Azt hittem elviszem csak azért. Azt hittem én is elviszem. Hát az már nagyon gáz, úgyhogy másodlagos, akkor szedd ki. Szerint. Jó, állj meg a füstbe. Ne gurulj ki a füstbe, ne menj ki a füstbe. Tudod, mekkora driftje van annak a tek? Most gyakorlatilag ez a sókakú, ez a carrier, ez így eltűnt. Az a magi. Mi a kó? A magi? Igen, igen. Ezt kéne elkapni az Imrének majd minél előbb. Amag, igen. Ezt, azt amit hátulod. Azt a Miyakót? Igen, a Miyakót. Kap egy torpit a Miyakó mindjárt. Jó, ne a repülővel, ne foglalkozz a Miyakóval, a csatahajókra menjél, jó? Jó. Kaptál egy nagyot, Akó? Hát, egy nagyon nagyot. És ha befordul az Amagi, akkor telibe tudod beírni az orrát. Nem hiszem el, hallod? Ezt nem hiszem el. Szerintem. Csak engem is közben. Nyugi, engem is lő, ne aggódjál, csak rám 4000-et lő. Már jó szögbe vagy. Én nekem meg 10000-et vissza. Nekem meg konkrétan az autópilótám elindult be nekem hátrafelé. Nem baj. Elkezdett tolatni. Indítsd el oda aztán. Manuálba toltam, tehát hogy most azt mondtam, hogy rohadjál meg. Jó. Akumó, neked a... Én mindjárt meghalok. Ha magi kapja a következő szeretetet. Hátra hílelődni. Jó, maradj is itt, én előre megyek. El kell meg, muszáj. Ha magi kap most két torpedót. Kettőt, ha... A fuszóra valaki meg ott ver. Egyet. Az nagyon csúnya. Az nagyon csúnya. Jó. Azt a fuszót valaki szedje ki. Mivel már... Előröm a Kongot. Rakétával vagy bombával menjek el. A Kongot szed ki te is, ha tudod, jó? Utána. Ha a fuszó elfogja. Ha túléled. És túléled. Pikóban értem, mert rakétáznom a fuszót. Megpróbáltad. Én nem látok sok értelmét, de megpróbáltad. Azért kérdezem csak, mert az nem nagyon van más gépen, most még van bombázóm is körülbelül, mint oda be tudok vetni, de... És a Raptor bombázó, az tökéletes a csatahajók ellen, úgyhogy azt hozhatod. Jó, egyre most ezt a rakétát, ezt ellövöm, aztán küldöm a bombákat is. Hallod? Igen, a Raptor az elindul, tudom. Jön meg tovább, úgyhogy azt a Kongót, azt nagyon gyorsan kikeszed be. Mert az nagy probléma. Nem bírtam már rálőni, mert a másikat lövöldöztem. Küldök rá bombákat. Kongó nekem nagyon sziget. Miért nem tudom beütni a Superstructure? Hogy engem van. Becitáztam egyszer, úgyhogy ez már, most már csak leég. Na, jó van, Pico. Oké, a magit lehet lőni. Látod? Mit kaptam? Szép volt, nem tudom ki volt. Ki, aki rám verte? Valószínűleg a Tirpic. Nekem még egy pár szekére betölt. Egy pár szek, az nagyon messze van.
De rossz volt. Nem, ez jó volt. Nem, ez jó volt. Hílelődj akkor ma inkább. Szerinted mit csinálok folyamatosan? Oké, okay, hát... Mert ugye az ezek az autópilóta is hülye, de legalább én ne legyek nagyon az. Valami nincs meg, de... Mindegy. De nincs már idő. Érte. Nincs idő, lassú vagy. Fönt már nem lesz semmi amúgy. Alulról, ha jön, akkor alulról jön. Így is van. És ott a sókakú. Bakker. Igen, azt mondtam, hogy oda ment, oda megy út közben. Átvándorol. Őt egyébként megéri bombázni bármilyen szinten? Sukakut? Ja. Én már volt, hogy sikerült Citadellát bombáznom, de hát mondjuk az a német bombázó wow. volt, szóval nem tudom, hogy AP bombázó. A Raptort ja. viszont meg kéne védeni. Ó, hát, hát nyilván. Az, de az nagyon elől van, az a baj. Senki hát. Nincs ott. Én vagyok, de én nekem még takarásban az, ami a fó. Úgy lőjétek. Lövöm. Itt valaki megkezdte. Az meg a raptorunknak mindjárt annyi. Nem már, nem már, nem már. 3000-et még rálőttem. Hát a magam szedjétek. Mindjárt lesz egy mission failedünk. Előfordulhat. Nézd meg a molotovunkat, hogy ez mit csinál ott a sziget mögött. Ez miért te csinálhat? Amúgy, ha beállsz eléjük, hát közelebb vagy az elemi hajóhoz, mint a szövetséges hajó, akkor azt téged fog fókuszálni. Szerencsére a Glockasszal a tírpicot lőj, hogy mi ez a magam. Hát ezt nem hiszem el. Annyit overpanelek, mint az állat. Jó. Bogami kuka. És akkor a sókakut bevétel egy DD. Jó van. Yeah. Hát ez nagyon gyatra volt a részemről ma. Nekem se volt éles 51k damage-el. Pirigy. De hülye vagyok, én meg még. Na. Oké. Okay. Na most akkor jön a cruiser. Még mindig tírhat? Hát, igen. Csak kérdezem, na... Mit hozzak én nektek? Mit hozzak én nektek? Csak mondom. Imi, van neked tír 8-asod? Honnan lenne? Egy 7-esed. 7-esed van? Egy, azt is most előttem, úgyhogy most jövök egy. Izmaillal. Akkor viszont nem kipróbáltam ezt a Floridát? Mit gondoltok meg, szóval szóval? Hát hozzad nyugodtan, beférsz. Amit bírsz, azt hozom. Akkor viszont én egy kicsit variálok. Méghozzá. Viszont azt jelzem, hogy most viszont én nagyon sok segítséget fogok kérni, mert nagyon nem vagyok bébés. Hát akkor ma majd. Ahogy meg mész az inivel, ennyi a titok. Jó. Mindenkit gyújts meg. Hát ez, ez jó lesz nektek. Nem. Ez nem lesz jó. Hát jó. Azért, ironia volt. Ez izével, ez hordozóval nagyon jó. BB-vel is jó. Kevvel a... Éj, papírtigrissel nem. Dehogy ne, válsz a sziget mögé, ezt onnan ledarálod ezeket. Na mi lesz az első, honnan jönnek? Szuper. Nagy azért két darab tier 8-os csak itt van. Ez gyorsabb.
Na, kitalált már is el. Mi? Non-pen a kumára? Az anyád. Én meg két citadellát lőttem be. Hát de hát az egy papírtigris. Mi? Ez a DD? Ez öcsém, ez olyan AP-s edzése van, hogy simán a cruisereket kilövöm citadellára, csak mondom. Az is az? Nem az. Én a kumára, hát az egy papírtigris, és nem tudtam átlőni. Nem, az is citadella. Nem már hallom. Megőrülök. Ugye, na most végre. Ez is. Nekem is végre lett már egy. Négy hajó, öt citadella. Azért az nem rossz. Jó, jó, jó. Mennyi damage-nél tartasz? 16 ezer. Mennyi? Melyikünk mennyi? Te. Én 16 ezer. Én 784. Teljes, hogyha több sebzésed van. Hát kell is, én csak egy DD 40. vagyok. Oké. Okay. A fura tökű. Nem menj annyira ki majd a kumó, mert nagyon lesebződ. Látom. Bajabb is mindjárt meghal. 8-as szintű. Ezt ennyit ér. Hey! És belemegyek a szigetbe, én idióta bazdmeg. Édes Istenem. Köszönöm. Az jó volt. Megáll. Ne! Bazd meg! Ne! Nekem kakuk. Én mondtam, hogy ne menjen ennyire előre. Milyen? Jó. Lángolj te is. Leégtem. Úgy sokkal kijönnem. De ezen a pályán elvileg lesznek hillzónok, nem? Így már van. Vannak. Itt, meg itt lesz. De úgy van ott a hajó, hogyha föltöltött, akkor lehet, hogy ő is ott. Ő már biztos, hogy healer. Ott. A másik meg töltődik itt. Uh-huh. Oké, okay, köszi.
Pizsamás, most nézem ezt a Floridát. Mi van bele? Van egy pár tornya. 3×4. Hát igen. Nem tudom, hogy sok mind lövege. Jó, igaz, igaz, igaz. De az a kínos, hogy ezt találni kell, tudod? A mocskok meg. Teljesen körbelövöm az összeset, hallod? Egyszerűen... Én is. Ocsortány bénán lövök. Nem van, hát ennek olyan szórása van 15 km fölött, hogy az van, hogy döbbenem. Tehát ahány lövedék, annyi felé megy. Szó szerint. És igazából egyszerűen körbelövi a hajót. Tehát nem igazán tudom, hogy mit kellene vele tenni, hogy ez jó legyen. Ilyen. Oh boy. Jó kis Z31. Jó, ez HE nem annyira erős. Közepes. Az AP-je viszont kifejezetten OP és undorító, amit én nagyon szeretek. Benne. Az undorító dolgokat szereted, azt mondod? Hát ez nagyon undorító, tehát hogy Citadellát lövök és cruiserre gond nélkül, hogyha 7 km-en belül van és úgy talál le. Ugye 3000-eket sebzek rá, mert AP. Abszolút, amúgy. Na, vagy ez a Yorkhoz megérdelik. Röhögve lelövöm a cruisereket. Ott is van egy megint halott. Hát jó, mert meggyújtottam neked azért. Hát, meg van benned nem tudom hány ezer sebzés. Ott a Citadella, a Miokóra, egy 6000-es, tehát hogy így kicsit jó vele dolgozni. Bah. Pont ezt akartam mondani, hogy igen, ezeket. Disztrókat is szed le inkább, ott van az Z23, inkább abba kéne, mert az meg... Mindkettőbe kéne. Low HP-s, már az is. Hát ez tényleg elég gyenge. Mondom, a HE nem erős, az AP sebzőhajó. Elnézést. Ja, jó volt, jó volt. Ezt így el... Lehet a kis hílődőben legalább végre. Na, jön a második adag. Vagy harmadik. Nem is tudom már hányadik ez itt. Ez a második. De buktunk két taskot is, úgyhogy tök jó. Bejöttek. Oh, boys. Hát már nagyon kimentél. Nem azért. Hát nem volt senki ezen az oldalon. 8 killen van, ne röhögtessél meg. Nekem is az utóbbi 15 csatában. Én nekem 8000 sebzésem körülbelül. Mennyi? 8000. Annyi sebzést hozták neki? Igen. Mennyit? 8000? 8000 sebzés sikerült eddig lehoztanom konkrétan. Mivel lőttél HE-vel? Aha, persze. Már viccen kívül azzal kellett volna, hogyha szemből vannak. Igen, azzal lőttem, persze, nyilván. Csak nem találtam el, a munícióval aztán tökéletes volt a célzás, az már ilyen, mondhatnak, hogy tankönyv, csak ez nem az a tankönyv. Jó, de az jól áll a HP-ba. Mint az űrgói hókban áll. Körülbelül, balfa szörnagy. Ez az. Pont ezeket a hondi. Hát, kb. Itt mindenki balfasz. Kb. Olyanok voltak, tehát, hogy... Itt mindenki balfasz.
Mit csinál itt? Semmit. Itt mikor? Ez a Shirazuyu. Várja, gondolom, hogy torpedóhoz érjen. Aztán megtorpedózi az Ibukit. Na, végre. Pizsomástól ott jól elbújtál. Elbújtam, mert heal előttem azért, hát most. Egy kis heal néha nekem is kell, tudod. Elbújtam, gyere ide szépen erre felé, mert ott vagyis hát maradhatsz itt, csak úgy, hogy lássa erre, hogy tudja lőni. Megyek spotolni neked. Ezt most nekem mondtad? Igen. Köszi. Uh-huh. Épp arra fel megyek úgyis. Azért, jön ott három romboló, vagy két romboló, meg egy csata, hogy ezt nem azt ott egy maga, ami asszokat. Azokat meg kell egy picikét... igen. Beállok nekik szembe. Én se szeretnék sokat kapni arcba. Na, szép. Kapja, kapja. Itt a kamerazgitek, az az jobban fog zavarni. Az a DD. Megnézem azt a másik DD-t, ami ott van. Ez az mit csinál? Oké. Okay. Nagyon jó, a dispersion csak nagyon félre ment. Hogy kikerüli a torpedókat, a szentélyét. Jaj, azt onnan tudja, hogy... Oh, kit lő? Imit. Imit lövi. A Genesau. Az Gneisenau. Egészség. Az. Ha már német csatahajókkal játszol. Egy kis Deutschkurz. Deutschkurz, bocsánat. Ó, hallod. Ne! Nulla torpedó hallod. Mi van veled? Előfordul, ezzel nem érzem úgy. Na, ez már jobb lesz. Mi lesz jobb? Nem lesz jobb. De nézd csak. Mondom. Hát... Mi lesz jobb? Nem lesz jobb. Le tudtam citadelázni magamiból egy párat, az a lényeg. Itt többé már nem számít, az valójában a Floridának kéne ott megoldani, csak hát hátul kempel. Némi... 101 ezer sebzést toltam ki egy DD-vel ebbe a körbe, mit akarsz? Azt nem is torpedoztam. Csak lövegből. Ez a csávó, ez valami őrült, hát. Melyik? Hát nézz rá az erre. A hajómra. Ja? Ez nem normális, tehát ez Hodzier, ez most jött nekem harmadjára ebben az ütközetben. Ezért hívják ütközetnek? Hát lehet kb. Tehát ilyen... Tudod, ez neki, neki ütközet, tudod. Magát ismét és ismét nekem jön, kész. Na, nem a tot lőd majd, hanem a Nagatót, Imi, először is. Nagatót, jó. Még igen, egy kicsivel nagyobb gyengébb szöget hagy neki. Gyengébb páncél. Várj, még hílelek, hát még félig vagy, nem félig most már. A Floridának kéne itt teljesítenie. Aha. Én újra töltök éppen elvtársak. Közben lehet lőni. Én nem azt mondom, hogy hílelek, hanem az ágyúinak... Ja, ezek ilyenkor nem áll előttem a csávó, érted?
Kaptál az... egyet olyan matótól? 42 000. Ja, az olyan. Na most oda áll, tessék. Guru jobban hátra még. Úgyhogy ne lássanád a Yamato. Csak egy target legyen. Igazából mindegy, hogy kilátlám, amikor 300 HP-n marad. Hát akkor mindegy, igen, csak még így is lehet, hogy beadja tudod. Ez mit csinál ez a, tényleg ez a... Jó ember. Melyik? A Florida? A sziget mögött? Nem. A Cleveland, akit nem tudok mozogni. Na, megvan, megvan. Hú. Jaj, édes úristenem. Hát ezt a disztró hozta le. Igen, én. Jó. Éljenek a disztrót. Jesus. Hát ez cuccos volt. Jó, hát én ismét izével, Trúzzalra eljövök. Mert az úgy jó. Ja, de nem, ez Victory volt. Várjál. Victory volt, persze. Ha. Várjál, kicsit. Jó. A géddel kell, még kell egy. Jó, ez nem érdekes. A másik ágat érdemes elkezdeni. Milyen másik ágat? Hát ugye a Tech Tree-ben a németeknél ugye két disztró ág van. Van a géd ág, meg, vagy van a MASS, meg a Z31-es ág. Igen, yeah. Ez? Melyiket érdemes elkezdeni? Hát nézd meg, hogy mit tettem be, és megválaszolom a kérdéset. Mit tettél be? Sunhorst-t. Egy gyors kérdés. MASS. Na jó, azt tetted be? Hát mind a kettő megvan nekem. Igen? Kérdés. Floridán van egy olyan modification, hogy artery plot, artillery plotting room modification. Ez annyit, hogy 16%-kal nő a firing range-em versus a traverse speed-em 15%-kal jobb. Melyik a jobb ebből? Kell dönteni, hogy elég a lőtávod, az a nem tudom hány kilométer, és vagy nem elég, vagy elég gyorsak a lövegeidnek a forgása, vagy nem elég. Nekem 18,6 a lőtávom, és nem tudom őszintén, szóval, hogy inkább rátegyek még mennyit is. Még hát gyakorlatilag 3 kilométert majdnem. Ez mondjuk nem rossz. Hát igen, csak pontosabb nem leszel vele, az biztos. Ez igaz. Így is shotgun az amerikai. Nem, hogy igen. Akkor az orosz is. Jobb, hogyha mozgatom. Hát az orosz is, ja, az is közép meg rövid távra van. A lőtávját, aki használod, ami nekem most valami 17 kilométer vagy mennyi volt, az összes löveg másfelé megy. Igen, 17-nél. Tehát egyszerűen ezt hiába növelném tovább. Micsoda? Mit raksz? Hát, hogy végül is ezt a Main Battery Modification 2-t, a Traverse Speed-et. Most őszintén fogalmatlan vagyok egy picikét. Meg lehet, nem úgy, hanem hajóból mit ja, jó, megpróbálom megint a Floridát, hogyha nem maragszatok. Jó, hozzám. Jó. És egyébként mit javasoltok Signalnak a Floridára? A kalózusot. Hát maximum. Hát a hajósebesség növelést, a tűzeloltásnak, a tűznek a időcsökkentését, a süllyedésnek az időcsökkentését, az biztos, hogy nem. Ja, ki kell redizni. Akkor én mindjárt. Két csata hajónk lesz, akkor én mást hozok. Te mit hozol a komó? Ja, meg még egy dolgot elfelejtettem egyébként, hogy itt a Floridánál van spotting plane, tehát magyarul azzal ki tudom tolni az izémet a lőtávomat amúgy is. Csak még várjál, még itt tökörök az emlékekkel, hogy... Azt helyedve vadászrepülőgépre inkább. Jobb az szerinted? Igen, jó. Operationben mindenképp. Itt nem a lőtávon fog múlni, hogy jó lesz-e, hanem mondjuk a repülőkön, hogy olyan küldi van. Oké. Cserélve. Most még a mászt készítem föl. Damage control vagy engine room protection? Nem tudom. Micsoda, még egyszer elé lemaradtam. Most melyikről beszélsz? Hanyadik sor még?
De melyik, mondtom, melyik sor? Igen, igen, upgrade-eket akarok rátenni. Ja, hát én az összes sárgát tettem rá. A torony tegyére, mert rohadt lassan forognak a lövegé. Meg a igen. Gyorsulása, és a jobb, igen, az is kell, úgyhogy az mind a kettő meg. És, ha. Main battery. És akkor itt meg, propulsion. Oksi. Jó. Oksi. Oksi, oksi. Hát kapitányom az még nincsen. Viszont, akkor viszont veszek hozzá, bocsánat, apa. Egy pár szintet. Mondjuk. Így. Torony? Igen. Tűzgyújtás, vagy igen, ez jó. Hát várunk. Tudom, ne haragudjatok. De nagyon haragszunk. Sánor, felépként most én se jönnék őszintén szólva. Elég nekem egy jó kapitánnyal bénázni, ne bénázzak meg egy gyenge kapitányra ráadásul. Na, itt vagyok. Akkor megyünk. Menjünk. Mátunk? Mányunk, 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 mányunk. Mász. Oh my ass. Ouch. Oh. Hát igen. Nagyon kíváncsi leszek. Hát jó. Miben lesz más? Uh-huh. Hermész. Hát a más az inkább H lőveges. A Z71 meg AP lőveges. Hújj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 j
tudsz majd kiérvényesíteni a torpedót, de... Főleg, hogyha itt fognak spawnolódni a 9-es soron a csatajok. Na jó. Lövegeket alapvetően most jobbra kell állítani, ha jól emlékszem, mert ott lesznek barnasokat. Majd mindjárt megmondom, hogy jobb vagy bal. Attól függ, hogy ide kell menni, vagy ide kell menni. Oda kell menni, jó, akkor itt fog érkezni, utána itt fog érkezni, és itt fognak spawnolódni valahol a csatahajók, úgyhogy úgy készüljetek. Egyelőre akkor jobbra nézem. Igen, ott fog az első, most érkezni, pontosabban innen fog érkezni a York, meg a kolléga. Igen, egy pár izé. De vagy gyors az a hajó. Ó, na végre valahára, forognak érdemben nézzük. Oh, viszont egy szemben jönnek, úgyhogy nekem szívás. Milyen szép vihar van ott, a szentélyed. Úgy. Ott élvezet lesz onnan nem látni majd senkit. Most tényleg gyönyörű, néz, gyönyörű. Hát nézd meg, villámlik minden. Viszont nagyon áll. Meg előre. Vagy a torpedó itt nőtt amúgy? 8 kilométer, már? Inkább a Cleveland-et nézd meg, hogy milyen jó skinje van. Sasmadár. Nem rossz. Dynamic. Köszönöm. Igen? Én merre menjek? Sorry, most valahogy ezt így át kellett állítani, mert ez úgy sokkal jobb. Erre felé, de úgy, hogy ne... Kispottoltad a... követ azt, akkor utána óvatosan, mert a DD-k hamar kiszed, kispottolnak téged, és utána te leszel a fókusz, csak szólok. Jó. Nagyon gyorsan tudsz fókusz lenni, és ez nem előnyös neked. Jó. És a megyében nem. A megyében nem mennek a... Na jó, nem. Ott a DD is. Ennyi ágyúval nem lehet baj. Mire odaér a lövedék, már betöltött az ágyú. Hát igen, ez ilyen. És kilőtte az egyik ágyúmat. Mondom, hogy te leszel a fókusz, csak szól. Jó. Értem. Jaj, Istenem. Meg konkrétan nem tudok lőni. Na, ott is van a következő hajó. Hát segítség! Enemy itt fog beszpolni, szorulni. Ebbe a szorosba itt fog jön az összes DD.
Imi, látod ezt a táncot, amit miközben lenyomunk itt az egyik mission hajóval? Nem, ne haragudj, spawnol, vagy mi az. Pont arra nézel pedig, de... Haladjál Floridával, mert nagyon le vagy maradva, itt van a csatahajó van előre, amit védeni kéne. Figyelj, Piko, tudod konkrétan, mi történt? Jött ez a St. Louis, ez a Leo nevezetű... Nem, de haladjál, jó? Ökör konkrétan, ez beakasztott, és nem tudtam közlekedni tőle sem erre. Hihetetlen. Milyen érzés volt? Csodás. Ide nézzetek, mert itt fognak jönni a DD-k majd. Ott is van. Már kiküldtem előre a torpikot. Helyes, szép. Te is akad majd. Engem meg kilőnek a kurva élet. Mondtam, hogy te lesz. Jézus! Alakad. És még nem jöttek a csatahajon. Jézusom! És nem akad bele a torpedugok. Ne, nem. Már, már megint tűz. Ne, basz föl. Jó, jó. Nekem minden el kéne mennem. Itt passzívnak kell lenni, úgyhogy igen, húzz el onni. Hát ha tudnék, hallod, mert itt van a másik disztró is. Ne foglalkozzál már vele, nem téged lő. Az nem? Ha is a két sziget között jön ki, tehát a magyarul nekem praktikusan... Ide kell megyen, ott lesz oda is, mert... Lesz itt heal? Most mondom el, hogy hol volt, menj oda. Hol? Nem, bocs, lemaradtam. Vannak a csatajok. Úristen. Hát... Eddig nem élem ezt a hajót. Nagyon basszus. Nem tudod, hogy mit, hova kell menned és mit kell csinálnod. Igen. Ez elő szokott velem fordulni. Olykor-olykor. Viszont azt a Normandit ki fogják szedni. Ne érdekel. Nem a mi hajó. Csapattárs. Mit idegeskedsz a tiéd? Azaz. Na, gyújtunk? Ugyan gyújtsál? Én elhasználtattam velük a javítókészleteiket, úgyhogy tudtok rajtuk gyújtani. Jó, most jó. Mindegyiken elhasználod a tudat. Na Isten, ez a 30 másodperceként durrantok egyet, ez kemény. Hát? Üdv a klubba. Találtam el? Ez durva volt. Hogy találtad el? Hogy nem találtam el, az a kérdés. Egész jó, hogy gyújt ez a hajó amúgy. Ja. Ha más nem is jó. Itt van egy újabb Luftwaffe. Igen, igen. Mi? Micsoda, engem torpedozott meg a kis köcsög. Ah. Anya picsáját. Még élsz, nem? Persze, nem halok majd. Még nem? Ennyit felból faragtak engem annak. Itt majd jó sok repülő fog jönni, itt a híletek. Már igen, már benne vagyok. Ja, és a csatahajók jönni fognak, úgyhogy őket lehet lőni. Nem, valami átmegy a hídon. Ez a hídon? Az a hídon. És pont most akad be, aj, rohadék. Torpedó jobbról. Na, ha ez egy az elképzési repülőkbe eddig. Ki jött elém?
Menni kell majd, srácok. Ez csesz meg, ne gyere már belé. Nehezen a White mögénk fog érkezni, úgyhogy Sean Horst meg Florida. Hát a Sean Horstnak nincs heal, az lemaradt. Yes. És megjönnek az újabb hajók. Hát ez nagyon síralmas, hogy nem tudtuk kilőni azokat a csatahajókat időben. Ez még hagyján, de én a healig nem értem be, mert ki voltam torpedózó, és most kapok még 3 torpedót. Az komoly. Hát ez van. Ilyenek ezek a csaták. Van, amikor sikerül, van, amikor meg nem. Megtorpedoztatnál ezt a tilpicet? Azt csináltam. Mondani kell. Nagyon helyt. Csak az a baj, hogy hátrafelé megy. Nem baj, ha már bekap párat, az is jó. Ez meg is lesz most, meg is lesz most. Jó, megvan. Watch. Ott vannak a distrók. Igen. Nem az a baj, a Sunhorst itt közelebb, az a baj. És ráadásul torpedós a Sunhorst. Watch, neked mentem. Én kanyarodnék, na ugyanezt csinált a Saint Louis velem az előbb. Igen, csak egy különbség, hogy most én vagyok, csak pont rám fordulsz. De nem miért fordulsz felém? Ne felém fordulj, mert így csak fogni szétválni. Okay. Igen. Tehát én elfele jövök, de visszatállam, nem vagyok előrébb. Mi az anyád van? 10 őrült. Most megyünk neki majd a következőnek, mert... Fordulj már te csiga alatt! Istenem! Ezt is fogunk kapni. Éj, hallod! Mert mindig bemászik valamelyik majom elém, hát nem szomja. Ne! Ennyi volt, hát visz. Jesus. Hát... Hát jó. Mindent elmond a sorrendlista. Miért mi volt a sorrendlista? Hát nézd meg. Hát jó. 2-2-1-1. Oh boy. Na, akkor erre? Miért? Az én teljesítményemmel én lettem a harmadik. Kizár dolog. De? Pedig? Hát akkor... Figyelj, ott most konkrétan a csatahajókat nem tudtuk addig kilőni 4 csatahajókból egyet, amíg elértünk a szép részbe, amikor én nem egyszer játszottam már ezt is volt, hogy konkrétan kísérjöttek a sziget mögül, már meghaltak. Tehát volt olyan, hogy... Na mivel menjünk? Mehetünk? Mehetek Kagával végre? Én ugyanezzel jövök. Szabad karázdaság van. Tehát a 7-es az jó, a 7-es az a 8-as az jó. Akkor én kagázok, mert legyen már valami értékelhető is ma. Persze. Piko. Ezzel hozzátok várja. Hát, most már valami jó hajót, légy szíves. Igen. Olasz BB-nek mennyi a reload time-ja amúgy? Ugyanúgy 30. Ej. De van benne SAP, ami meg nagyon nagy királyság. Jó, hát igen. Fővállalat irányítás. Na, nem, ez... tényleg jó, mert majdnem ugyanannyit lő, mint a páncéltörő. Csak hamarabb robban. Nem, hanem szemből is rá tudom venni, 12 fizet a Coloradóra, gond nélkül. Aj, ne! Még jobb pálya. Ezen ma még nem voltunk, nem? Ezen ma még nem voltunk. Így csak ebben elég régóta nem voltunk. És ebben hozzá kell tegyem, hogy nekem ez a pálya nem szokott gondot okozni így kagával. Balról jönnek, ugye? Igen. Itt fognak a... F-es oldalon fognak először érkezni. Itt fognak majd föl, így jönnek majd így be. Aztán meg innen jön egy halom onnan föntről, de nem tudom megpingelni, mert lehet ilyetott a játék. Ne, annyit nyomsz, mint az áll. Lássad.
Innen. Tudom, innen jönnek ott után. Az a második körük. Menjek felfedezni? Hát... Én csináltam egyszer azt a DD-vel, ezzel a DD-vel, hogy eljöttem ide, és amit itt jöttek, ugye azt kiszpotoltam, és oldalba torpedoztam, tehát 8 kilométerre voltam tőlük pont. De arra, utána füstöltem és lőttem, de arra figyelj, hogy ha füstölsz és elkezdesz sorozni a füstből őket, de hát fognak torpedozni, szóval csak óvatosan. Jó, oké. Okay. Engem lettek meg, de nem haltam meg, csak meglettek, nem azt rejtettem, hogy ott lesznek. Mindenki spottolva. Egész jó röppája jövő ennek a szalma. 12 000 SAP-val. Az gyönyörű. Na jó, menjünk. És abból 3 talált csak be. Szóval az... az erős. Imre, másoddalagosra húzva a sárhasználat? Mi az, hogy csak 2 ment be? A gyerekek. Prémium ezen nem húztam semmit. Pedig másoddalagos pakod rá, mert nagyon jó. De mi az, hogy rápakolni? Hát, tedd rá a másoddalagos ágyúnak a pontosság növelését, kapta ennyi skillből és a másoddalagos ágyút húz. És akkor lesz egy 11 kilométeres másoddalagos ágyúd, és nagyon erős a másoddalagos fegyverzet azon, ahol. Hol lövök én, hol? Jó, van 3 katahajóna ilyen variációban, még nem láttam ezt. Inkább izék, abbák, mert miokok szoktak ott jönni. Igen, mert vagy ott már egy 3 DD, meg 2 cruiser, de ilyen 3 csatahajót még nem láttam. Úgyhogy fölül is jön 2 csatahajó, szóval ez masszív kör. Forogja, Imre, forogja. Na nézzük. Most ez az első fuszót fogjuk megcélozni. Nem ezt akartam, de nem baj. Meg próbálok gyújtogatni. Megnézzük. Na! Ezt már szeretjük látni. Ezt már szeretjük látni. Ez eddig nagyon kaki hallott. Kamikázéba elküldött torpedó is talált. Kit kaptak ki? Ki volt ez? Ja nem, semmi, azt hittem. Hát, de az is baj. Nem á. 3 citadella. Az szép. Az jó. Valaki más lenne a céltábla? Füst nélkül lőttél rájuk? Nem, csak egyszer csak beszpottolódtak mellettem, és mellettem, és én voltam legközelebb hozzájuk. Na. Hát hallod, ez eddig gyere, egy nagyon... Gyere át a DD-vel ide valahova, és innen ide fognak jönni, meg ők is így jönnek le. Onnan kezd el őket gyújtogatni. Na jó, egyébként ez jó volt. Bocsánat. Csak olyan pici a hatótávom. Szkóra jár. 13 kilométer. 9,9. Hát nem fejlesztett akkor majd. Akkor is 10-11, akkor is kényelmes játszatóval jó. Ez meg valamiben majd belemegy. Hát látod, SAP-ra már olyan szögbe fogunk érkezni, hogy szájbeütnem őket. Hát különben elérzünk. Amúgy a DD-vel felvehetnéd itt ezt a cuccot, a térképen. Hol, mit vegyek? Ott van a térképen, 35 számol vissza, kapitány, az az egyik küldetés, hogy meghalasz forsz. Ezt nem hiszem el. Megyek oda. Jó, van 16 second. Ne harugudjatok, én egy 2 percre kiesek, ugyanis elkezdett bebicselni az autópilótán megint.
Úgyhogy nem lőtt el odáig. Ezt nem értem. Istenem, basszus. Itt is. Csak az a bosszantó, hogy most konkrétan egy kört egészen biztosan kihagyok. Úgy értem, hogy nem tudok semmi értelmes dolgot csinálni, mert mit csinálok, meg korrigálom, hogy az autópilótán belevisz egyenesen gyakorlat. Sőt, nem az, hogy belevisz, hogy ráfordult a szigetre az a nyomorult izé állat autópilóta. Borzalmas. Jaj, édes úristen. De mindjárt jövök. Rak nyugodtan. Fuszót még érdemes nekem megtorpíznom? Nyugodtan. A hátsót torpedoz. Hátsót? Polondoz. Mi van? Hát az is előre megy. Nem egy helybe áll. Van még hírünk? Nincs. Itt nincs hír. Elég nagy baj ez. Kikapjátok azt a Miyokót? Hát, megpróbáljuk. Jó. Akár kicsit rámegyek arra a fuszóra, viszont igen, csak virgonc. Ami mögött jön az auba. De az meg ez a fuszó miért? Ilyen rohadt lassú a szekenderim. Vagy ez én a torpedóm? Jézus! Oh no, befordul. Rohadék. Nagyon lassú, basszus. Basszus, ennyi részemről. Jó, nekem három benn volt ebben a fuszóban. Próbálkozom még kettőt, vagy legalább még egyet, bakker. Bocs. Elsüllyedtél? Nem, kilőttek. Elfelejtettem, hogy ennek rohadt lassú torpedói vannak. Ugyanazt lőttétek? Fuszolnak a kuk. Mögötted egy magami. Illetve, na, 10 óránál, 11 óránál. Ha mindjárt éjfél hallod, most. Dum. Jó, amúgy egy skillt, az sikerült. Hát az torpízni fog, nem? Nekem mondod? Neked mondom, Mimi. Igen. Hát jó, értem, bakker, de hát most mit csináljak? Hát most vettem észre, hogy behajolott ide. És ott jön ráadásul még egy Miyokő. Miyokő, azt jön, annak küldhetsz torpedót. De miért nem lő már? Kicsit. Lepattan. Rosszul teszek. De segítek, tessék. Kösz. Engem ugye kinyírnak ottan. Utólag is elnézés mindezért. Van egy másik kérdés, de ne szíves már. És arra figyeltem. Van ott minden. Hát küld neki torpedót. Nem? Milyen torpedó? Shanhorstnak nincsen? De, meg van. Ja. Jó. Hogy van lenne? Ajj! Istenem! Azt kivégzel ezt a vizet, a Miyokót vagy Aubat, vagy mit? Nem tudom. Atti, neked menekülnöd kéne. Én azt csinálom, if you don't mind. Jó, kérdj. Megpróbálom mindenben megölni ezt a Miyokót, meg azt nem tudom, minden bármit, csak hogy... Ah, jó.
Jó, akkor leég, úgy láttam. Ja, nem, nem. Bocsánat. Jó. Átlőtték. Hála jó Istennek. Itt az jobban meglepett, hogy a Miyoko AP-val beverte a csatahajót 7000 oldalt. Az mi? Meglepett. Hát az előbb engem bevert 7000-re. Az gyönyörű. Uh-huh. Jaj, jó rég. Jó, hát mondjuk az olaszok az nem a páncélzatukról a híresek. De egyébként, ha jól emlékszem... lesz az, hogy megkerülik azért a szigetet, és oda vissza kell vinni őket? Igen. Ó, atya, úristen. Ha nem maradszatok, én itt az egy... Igen. Ha nem maradszatok, én az egyik sziget mögött ott szépen el fogok tanyázni, és kész, mert 6000 HP-val én nem érzem, hogy... Bújjál, persze. Eddig ezt csinálj. Hihetetlen. És akkor is sikered sem, hogy van 6380 HP-m jelenleg. Pikó, te meg healelj magadon egyet, ha tudsz. Rajtam nem tudsz. De hol? Tudom, hát az másik játék. Megnyomja a T-betűt és akkor a Reaper part. Ja úgy, azt hittem, hogy van. Van heal, nincs. Van heal zone. Az de lehetséges lesz, egyébként, hogy délről jönnek majd az ellenségek? Nem, nem. Itt vannak. Nem, vannak. Én el is kezdem nekik az osztást, hogyha nem maragszatok. Adj neki, adj neki. Meg fogunk haragudni, most azonnal. Brrrr! A magi, Tokacsi. Jó. Imi elbújt a sziget mögött. Stratégiailag elbújt. Már indulok is, de a másik szigethez. Mert itt van meg mögöttünk a hajók, és egynek be kell érni. Úgyhogy meghalhatunk, úgy csak egy érjen be. Igen, és jönnek majd a cruiserek is. Nem sokára. Ha jól emlékszem. Jó. Na, jönnek azért a torpikájukra rendesen. Itt egy miakő. Hát akkor... Nem sokat szedett. Az enyém? Nem. Egyik ötökésem, ahogy néztem. Az enyém ezret szedett, de begyújtotta. Enyém nem szedett, menjém lepattant. Használd a másodlagost. Jaj. Na mi ők őt? Kezd meg gyilkolódni. Nem is tudom, hogy újtanak egy agyanyát, hogy bokaszára. Jó van, itt mindjárt meg lesz az egyik transport, és akkor már nyertünk. Figyeljetek, azt a Miyokót, azt kiszednétek onnan? Á, nem. Arra nem lövök rá, hát az nincs benne semmi. Hát egy ágyúval. Ugye másodul. Csak azért, mert pont... Mert az AI az pont elég össze az én életemet megnézítse, és ne tudjak lőni. Sziget takarásból nem volt. És persze, egyből gyújtasz. Hát csak egy... Hallod. Jó. Na? Distro bele? Nem. Jó. Miért a transport chipet lövik, hallod?
Nyilván azt kell kilődni. Hát te vagy közelebb. Hát akkor megyek, aztán gyújtogatok. Hát most nem tudom sajnos mit csinálni. Elfogytak egyszerűen a torpedós repülőim. Hát jó. Megpróbáljuk. Hát ha sikerül, hogy miért nem egyet kihozni még ebből. Mondjuk jó, mert HE-vel lövik. Oh! Citod elátszottam. Hát mondjuk adtál rá okot. Hát mondtam, hogy nekem kell előbb meghalni, mint a transzportcsot megbaszni. Persze, nem az, csak mondtam. Nem kell egy tűz. Még legyen két másodperc, léci, egy bombát, csak egy bombát. Jézsöröbb levegőben, hát legyen bombát, a kurva életben. Na. Jaj. Na, hát ez nem volt annyira rossz. Ja. Én nekem 123k vagy 124k damage volt. Na, az jó. Én mondom, ez a kaga, ez nekem nagyon bajon. Már Istenem. Meg hát, én viszont köszönöm szépen a játékot, srácok. Na. Jó volt. Úgyhogy jók legyetek. Köszi. Köszönöm szépen, hogy jöttél. Őszintén utolsó csatának ez nekem is tökéletes volt, ha nem maragszotok. Nem áll. Szkúzi, tényleg. Jaj, na, úgyhogy... Na jó van. Úgy hinnünk is a játékot, jó éjszakát. Pihenjetek jól. Jó pihenést. Sziasztok. Köszi. Imi, te még jössz? Persze, még egyet menjünk. Menjünk egyet, még az... Na, nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Hát megint tanulságos volt, többek között az, hogy baromi sokat kell játszolom csata, jól az, hogy bármi értelmes eredményt tudja kérni, de hát szelevi, ilyen az élet. Viszont ez a kaga, ez jól működik, még egy ilyen viszonylag vesztett helyzetben is, hát látjátok, 6008 HP-re lekapva, azért ez kemény. Szóval még egy viszonylag vesztett helyzetben is sikerült, úgy azért eléggé hasznos lenni a csapatban, úgyhogy jó ez, de CV-k azok, azt hiszem nekem a CV-k. Na mindegy, jó ez, szóval tök jó csata volt. Hogy fognak kinézni a napok? Tehát holnap után snowrunnerzünk a kumóval, szerintem megyünk mainbe, megint dagasztjuk a mocsarat, mint az állat, nem tudom ki még, hogy Gregor, Szán, Andor, Imi hogy érnek rá. Hétfőn este egy új egy új streamet csinálok majd, de nem újat, csak folytatom az egyik előzőt. Szóval lényeg az, hogy hard hétfő lesz, és folytatom a SnowRunner-t hard módban, és megpróbálom úgy csinálni, hogy ez a hard mód a SnowRunner-es, hogy mindig hétfő legyen, és ez akkor úgy elég jó követhető lesz. Szóval, nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, pényetek jól jó éjszakát, hogyha nem követetek volna egy Twitch-en, kérlek tegyétek meg, illetve YouTube-on is kérlek kövessetek be, ezek a videók is font lesznek ott, ha minden igaz, akkor nem is annyira sokára. Sziasztok, jó éjszakát, jó pihenést!